Nem lesz gond a Brüsszel által felfüggesztett pénzeknél, ígéri a helyettes államtitkár, aki szerint a vitákat követően majd elszámolnak az unióval. A DK szerint Csepregi mellé beszél és hazudik. Példátlannak nevezte az Altus uniós megbízatását Csepregi Nándor, aki szerint az unió hálapénzt fizet Gyurcsány Ferenc volt cégének. A cég vezetője szerint ők nem a kormányt ellenőrzik. Vendégeink Csepregi Nándor fejlesztéspolitikai helyettes államtitkár és Varjú László a DK alelnöke. Jó estét kívánok! Ez itt a Hírvita. Felvételről készül ez a beszélgetés, szeretném rögtön az elején jelezni, de fontos beszélgetés, ahol 700 milliárd forint sorsáról beszélgetünk, remélem, hogy meg tudjuk védeni, hiszen az Európai Unió úgy döntött, hogy befagyasztja ezeket a pénzeket. 55 projektet vizsgált, és 55 projektből 16-nál állapított meg olyan hiányosságokat, amiért be kellett fagyasztani az Európai Uniós támogatásokat. Kérdezem én, hogy van-e a kormányzati oldalon ennek felelőse? Természetesen, hogy minden döntésnek van, azonban várjuk a vitának a végét. Most ott tartunk ebben a vitában, hogy az Európai Bizottság jelzett egy problémát. Ilyenkor mindig a tagállamoknak van lehetőségük erre reagálni, és majd a 2-3 hónapon belül fog kiderülni, mi lesz ennek az ügynek a lezárása. Az elmúlt években is több ilyen üggyel találkoztunk. Én azt gondolom, hogy azok az intézkedések, amelyek a teljes fejlesztési rendszernek az átalakítására vonatkoztak, azok garantálják azt, hogy ilyen még egyszer nem fordulhat elő. 14-20 között ilyen problémákkal nem fog Magyarország szembenézni. De hogyha az Unió azt mondja, ha jól értem, hogy súlyos fogyatékosságai voltak a program irányítási és kontrollrendszerének, illetve hát, hogy cégekre voltak kiírva projektek. Szerkesztőn kever két vizsgálatot. Az egyik az egy közbeszaudíthatóság, egy audit vizsgálat, aminek még nincs vége. Csak a sajtóban összemosodott a kettő, a másik pedig a különböző gépeknek a beszerzésére vonatkozó kritika, ami a 708 milliárd forintot érinti. Nyilván ez a keveredés azért is van, mert nagyon közel áll egymáshoz az a dolog, hogy valamit nem kontrollál a kormányzat, és valamilyen cég ezért el tudja vinni, és olyan árakat tud szabni, amely nem versenyképes, hanem sokkal magasabb áron szabja. Ebben van-e valaki felelős? Tehát vagy van-e belső vizsgálat, indul-e a kormányzaton belül? Természetesen igen, ahogy azt miniszter úr be is jelentette másfél héttel ezelőtt, tehát az Európai Unió 43 ezer projektből kispécézett 53-at, 53-ból 19-ben talált olyan problémát, hogy azok a gépek, amiket ezen a projekten vásároltak, azok x százalékkal drágábbak voltak, mint hogyha valaki a utcára besétál egy boltba és vesz egy mobil ólót például. Uh-huh. Ez egy nagy eszterga gép lényegében. Na most ennek a kivizsgálása természetesen mindig felveti a döntéshozói oldalnak a felelősségét is, meg azt is, hogy a pályázók és a beszállítók között milyen együttműködések voltak ebben a kérdésben. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy olyan szabályozói rendszer jöjjön itt Magyarországon a 14-20-as pályázati időszakra, a 2020-ig tartó ciklusra, ami ennek elejét veszi, de meg kell nézni, mi ennek az egész ügynek az oka. Méghozzá az, hogy a 2008-as válságot követően a banki finanszírozás teljesen megszűnt, és nagyon sok esetben látjuk azt, hogyha visszanézi a 10 hónappal ezelőtt tett nyilatkozataimat, amikor ez a kérdés még napirenden sem volt, pont arról beszéltem, hogy azért kell átalakítani az intézményrendszert, mert a 2007-ben létrehozott rendszer nem alkalmas arra, hogy a legjobb minőségű projekteket támogassa. Igen, azt hallottuk. Állítólag önök a hibásak, tehát az előző kormányzat, a jelenlegi kormányzat ezt állítja, átalakította azt a rendszert, amiben ez előfordulhatott. Mit szól ehhez? Én hallottam már, hogy mit szól, azt mondta például, hogy Csepregi Nándor hazudik. Egészen konkrétan így van, hiszen hogyha akkor abban az állításban még az is szerepelt, hogy korábbi pályázatokról van szó, hiszen pontosan tudjuk, 2012 évi pályázatokat kifogásolt meg az Európai Unió. És bizony így van, hogy a közel 40%-a megvizsgált pályázatoknak az valamilyen ok miatt túlárazott, cégekre szabott, és már eleve tudták azt, hogy ki fogja megnyerni. És ennek megfelelően az Unió ezért fel is emelte a szabályt. De ez az önök rendszere, ha jól értem. De ez ráadásul 2012-ben arra hivatkozni, hogy 5 évvel azelőtt pontosan milyen rendszerben került sor a kiírásra, ez a kormány és ennek a minisztériuma és ennek a fejlesztési rendszere volt, aki kiírta, egyértelműen ők a felelősek érte. Ráadásul, ugye tegyük hozzá, államtitkár úr az előbb említette, hogy majd válaszolunk, hiszen itt egy befejezetlen vizsgálatról van szó, illetve önök válaszolnak majd a kifogásokra. Egyszer már válaszoltak, decemberben ebben a vizsgálatban, és rossz válaszokat adtak, tehát itt már a második menetről beszélünk, amikor az Európai Unió másodszor tartotta elégtelennek az önök válaszait. Éppen ezért teljesen egyértelmű. Olyan pályázati kiírást tettek közé, és olyan döntéseket hoztak, amelyek eleve hátrányosak voltak egyébként a versenyzők, a pályázók többségére, mert eleve tudták, hogy
hogy kinek szerették volna odaadni. Szóval ehhez ugye korábban az is elhangzott, hogy hát itt csókosoknak adták ezt a pénzt az ellenzék oldalára, többek között ön is mondta, hogy csókosokhoz jutottak ezek a projektek. Értem képviselő úr vehemenciáját, úgy látszik, hogy a szakpolitikai múltja az felülírodott a pártpolitikai érdekeinek mentén. Ugyanolyan jól tudja, mint én, hogy a 7 éves fejlesztési szabályok azok 7 évre betonba öntöttek. Azok a szabályok, amiket önök elfogadtak Magyarországra 2007 és 14-es pályázati ciklusra, azok ugyanolyan rögzítettek, mint amilyenek a mostani pályázati szabályok lesznek 2020-ig, hiába lesz Magyarországon egy választás 2018-ban. Tehát 7 éve előre határozunk meg játékszabályokat, határozunk meg szabályok, működési modelleket, és ezek szerint a működési modellek szerint működik az intézményrendszer, a pályázatokat odaítélik. Önök fogalmazták meg, önök tették közzé, és önök hoztak döntéseket. A pályázati döntési metodika az önök metodikája. Keretek, az elsősorban arra a szakmai területekre vonatkozik, hogy például a logisztika vagy a turizmus területén igenis pályázati kiírásokat akarunk közzétenni. Ez valóban így van, ebben az előzetesen megfogalmazott irányelvektől önök nem tudtak eltérni, hát ez helyesen is, mert ez jót tett a gazdaságnak például az elmúlt évben is. Ennek nagyon örül mindenki. Az egy komoly probléma, hogy azokat a kiírásokat, amelyeket önök közzétettek, és ahogy döntést hoztak, ugye önök alakították át lényegében úgy, hogy csak Lázár úr hozza meg a döntést. Meséljük, egy három fős bizottságban. Melyik ez a döntés? Ez melyik? És például logisztikai pályázatoknál, és még további olyan szinte valamennyi pályázatnál, amelyet ebben az intézményrendszerben döntöttek el, az lényegében az önök által létrehozott intézményrendszer csúcsán a fejlesztési miniszter, a miniszterelnöki hivatalt vezető akkori miniszter, illetve államtitkár, és egyébként Orbán Viktor úr volt közösen, akik ebben a döntésekben részt vettek. Képviselő úr, ön államtitkárként foglalkozott a fejlesztési kérdésekkel, akkor bizonyára tudja azt, hogy a döntési pontok különböző pályázati rendszerekben kik által legitimáltak. Tehát ki az az intézmény, aki elfogadja ezt a döntési metodikát? Ezt a kérdést ne megfogalmazza, azért teszem fel önnek, azt a azért teszem fel önnek, mert amit ön mond, az nem igaz, az vagy szakmai dilettantizmus, vagy pedig hazugság. De miben nem igaz, fogalmazza meg. Hát, hogyha a képviselő úr által utaltak, hogy kik hoznak pályázati döntéseket, három szemét nevezik meg képviselő úr, mutatja, hogy nem ismeri a rendszer. Azt mondja, hogy van egy nagyobb intézményrendszer, ami de ebben a döntés nincs olyan típusú döntési jogosultsága sem a miniszterelnökséget vezető miniszternek, sem a miniszterelnöknek, sem a fejlesztési miniszternek, hogy pályázatokról hozzon döntést. És amikor mi választók azt látjuk, hogy mert egy pár évvel ezelőtt még az ország miniszterelnöke megvédi a nemzetvállalkozóját, Simicska Lajos, majd utána önök már befagyasztják az M4-es autópályaépítést, és nagyon sok projekt Simicska Lajoshoz kötődik, és meg is fogalmazzák, hogy hozzá kötődik, akkor ez azt jelenti, hogy mind a két esetben politikai döntés született, amikor eldöntötték, hogy ő lesz a nemzeti vállalkozó, meg akkor is, amikor már nem, vagy az EU-s projektek így működnek, hogy néha, hogy akkor még nem lehetett látni, hogy jó lesz a projekt, és most meg már lehet látni, hogy nem. Most nem értem a kapcsolódást ehhez a ponthoz, ami itt nagyon világosan látszik az az, és akkor térjünk át az M4-es kérdésre, mert ön arról beszél. Kérdezett példát arra, hogy Európai Uniós projektekre, amelyek nem sikerültek jól, nekem ez jutott eszembe. Én arra kérdeztem példát, mondjon nekem egy példát, ahol ennek a három politikusnak a döntése dolog. 2013 végén ugye megszüntették a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, amelyet egyébként egészen mondjuk úgy, hogy ellehetetlenítettek, mert a szakembereket onnét elbocsájtották, és lényegében egy olyan helyzetet teremtettek, hogy irányított módon pályázati előkészítés történt, és a pályázati bírálatot is ellehetetlenítették. Nézzék meg azt a pályázati kiírást. Mondom, mindig ezt a logisztikai pályázatot említem, hiszen akkor erre érdemes majd visszatérni. Egyébként ez még ebben az évben egy döntéshozatalnál is benne van. 12 darab pályázatból látszik, hogy 12 darab pályázatból 10 esetben önök jogszabállyal ellentétesen döntöttek. Például olyan döntést hoztak, hogy egy 2 millió forintos árbevételű cégnek 470 millió forintos támogatást adtak. Hol látják önök annak a lehetőségét, hogy ez bármikor megtérülhet, illetve egyébként ebben érdemi beruházás lehet? Számtalan ilyen döntés van. De legyen erre válasz, hol lehet látni? Egyrészt az, hogy
képviselő milyen pályázatról beszél konkrétan, nem tudom, nagyon szívesen fogadom és megnézem ezt a konkrét pályázati kiírást is. Ami az alap problémát okozza. Megszüntettük azt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, ami az önök tanácsadói rendszerének a kifizetési helye volt. Önök 2007-ben felépítettek egy olyan pályázati rendszert, ami a pályázók számára sokkal szigorúbb részvételi szabályokat szabott, mint az Európai Bizottság elvár bármilyen tagállamtól. Majd azok a szakértőik, akik ezt a rendszert felépítették, azok a szakértőik, akik utána kimentek a piacra, 1500 milliárd forinttal vámolták meg ezt a pályázati rendszert. Ezek voltak a tanácsadók, közbeszerzési jogi szakértők és egyebek. Ezek nélkül az emberek nélkül nem volt lehetőség arra, hogy bárki pályázati 1500 milliárd forintot ment nagyjából az önök szakértői köréhez. Akkor elmondom önnek, most hogy milyen konkrét, milyen számokról most lényegében az történik. Nem tudom, hát képviselő vegyen. Azt mondja, hogy körülbelül a 20%-át elvitték. Miniszterelnök úrtól is látjuk azt, amiket nyilatkozik arról, hogy itt a pártfinanszírozás hogyan történt. Nem tudom, hogy ebből a pénzből mennyi ment akár az MSZP-nek, akár a DK-nak a kasszájában. Mennyit találtak meg államtitkárul? Ami a legfontosabb, ebben a kérdésben az az, hogy önök megvámolták az ország kasszáját, most pedig annak köszönhetően, hogy üzleti körükben mozgó emberek különböző pénzügyi sérelmeket szenvednek, önök felállnak és elszaradnak Brüsszelbe, elszaladnak Strasbourgba, és ahol lehet fejlentik az országot. Tényleg keveredjük vissza a szakpolitikai részére, mert azt hiszem, hogy a kormány nagyon világosan fogja tudni, hogy a választ most az, hogy a tanácsadókon keresztül önök pártpénzekhez jutottak. Én egészen konkrétan el tudom mondani. Kedves államtitkár úr, vegyük elő a minisztériumi átadás átvételi papírt, amikor a minisztériumban erre sor került. 4300 milliárd forint volt az az összeg, amelyre pályázati kiírás történt. 3800 milliárd forint az, amire önök, illetve az megelőző kormány döntést hozott, és egyébként szerződéskötéssel került sor, fejlesztéssel elindult, és ebből akkor 1400 milliárd forint került kifizetésre, addig 2010-ig. 960 milliárd forint került kifizetésre, 60%-et a pénznek, és 40%-et a haladtunk előre, és önök számára lényegében ott maradt a fejlesztési források fele. Az igazi probléma az az, hogy az önök 2010-ben elkövetett pályázati felülvizsgálata és egészen 2011 közepéig, sőt végéig elhúzódó Széchenyi terves első pályázati kiírások között elveszítették azt az időt, amikor érdemi pályázati kifizetésre lehetőség lett volna. Ezért Magyarország 2015-ben, ebben az évben közel 1000 milliárd forint értékű lehetőséget fog elveszíteni. Tehát ezt most nem értem, mert nagyjából 7500-nál állunk, segítek önnek. 8200 keretösszeg, 600 milliárdot fizettünk ide május. Segítek önnek. Mire ezt a ciklust lezárjuk? Mert ugye most lényegében beszélünk a múltunkról, van egy átmeneti időszak, és jön a következő ciklus ebben is. Ebből a múlt részéből önöknek közel 1000 milliárd forintos restanciája keletkezik, azaz elvesztegetett lehetőség, miközben Magyarországon ma a vállalkozók sokasága abban egyetértünk, és akkor ezen a második pont, hogy 8200 milliárd forint érkezik Magyarországra 7 és 13 között. Ez a keretösszeg. Igen. Nagyjából ez akkor tiszta. 9200 milliárd forintra van szerződésünk. Most kifizetésben állunk nagyjából 7400-7500 milliárd forint között, tehát ahhoz, hogy az EU-s maximumot lehívjuk, még 700 milliárdot kell teljesítenünk. Idén, január 1-től egészen május 1-ig 600 milliárd forintot. Benne van az az M4-es is, amit éppen több mint 100 milliárd forinttal most fogunk elbukni, és sose fogják kifizetni, mert önök leállították, amiatt, mert sokkal drágábban kötöttek szerződést. Nincs benne, mert képviselő is tudja, mert ott csak időszakos kifizetések voltak. Az időszakos kifizetés miatt nem számolt. A lehetősége benne van, leszerződték azt a 140 milliárd forintot. A lehetősége, annak is megmondja, hogy a kormányra kerülnek, de ma ez nincs a realitás. Hadd váltsunk gyorsan egy kicsit, pedig abban az irányban, hogy volt egy Európa nap, ahol ön nagyon-nagyon szép beszédet mondott az Európai Unió mellett. Abban a beszédben kiállt az Európai Unió értékei mellett, elmondta, hogy erősödött Magyarország, elmondta, hogy ez egy erős közösség, és a válság után még erősebb lett, és elmondta, hogy Európa az nem csak egy gazdasági kérdés, hanem emberjogi és kérdés. És beszéltem a vitákról is. És beszélt a vitákról is. Ehhez képest egy időben ezzel az ország miniszterelnöke, az ön főnöke azt mondta, hogy az autokráciák azok jobbak, kezdeményezőbbek, kezdeményezőbbnek tartja, míg a demokráciák reaktívak. Azt mondta, hogy dönteni tudnak, miközben a demokráciákban csak úgy vitatkoznak, hatékonyabbak és sikeresebbnek mondta az autokráciákat.
Nincs ebben valami ellenmondás? Azt mondta a miniszterelnök úr, akkor pontosan nézzék és idézzék őt, nem tudom szó szerint idézni, de akkor javaslom, hogy ezt vegyék majd elő, hogy azt látjuk, hogy akár a gazdasági mutatók tekintetében, akár a ma világgazdaságban felmerülő kérdések tekintetében bizonyos államok, amelyeket autokratikus államoknak hívunk, sokkal hatékonyabban reagálnak ezekre a kérdésekre. De mondaná egy olyan mutatót, miközben jobbak? Hát mondjuk nézze meg a szingapúri gazdasági neveket. Jó, Szingapúron kívül mondaná hát, valamit. Akkor nézze meg a... Mondjuk nézzük meg Azerbajdzsánt, ahol vagy Kazaksztánt, ahol Kazaksztán azt mondta az országminiszterünk, hogy jobban érzi. Számtalan példát lehet felhozni, én csak egyet hoztam fel, azzal cáfoltam, hogy olyan kijelentést, amit ott megtett. Azt kérem, hogy nézze meg a miniszterelnök nyilatkozatát. Én azt gondolom, hogy ez nem szorul magyarázatra. Nagyon világosan azt szerintem mondta, igen. Hogy az unión kívüli országok, amelyeknek egyes országai autokratikus berendezkedések, azok az országok sokkal hatékonyabban reagálnak bizonyos kérdésekre, mint mi unión belül, akik nagyon sokszor vitatkozunk olyan kérdéseken, amelyeket már az idő már régen megkaradott. Amit ön az emberi jogi értékeket hangsúlyozta, tudna olyat mondani, hogy emberi jogi értékekben erőteljesebbnek mutatkozik, mert én azt látom, hogy Nyugat-Európa ebben nagyon erős. Találkozom. A fejlesztés politikai kérdésekben ma az Európai Unió válasza nagyon sok tekintetben azt gondolom, hogy idejét múlt, és ezeket teljes egészben újra kell szabni. Azok a konfliktusok, amiket a kormány felvállalt az Unióval. Most meg a szerződést, hogy hogyan használjuk fel a 2014-2020-as rendelkezésre álló forrást. Hogy lehet ez olyannak nyilvánítani, ami idejét múlt? De nem erőkedésről beszélünk. A fejlesztés politikai kérdésekről beszélünk. Igen, azt hiszem, hogy van-e feszültség a miniszterelnök mondata és az öné között. Semmilyen feszültség nincs. Én azt gondolom, hogy az Európai Unión belül helyek kell, hogy legyen ezeknek a vitáknak, és ezeket a vitákat lefolytatni, nem pedig elfolytani kell. Na, ennek örülök. Nézzük meg akkor a második témát, ami pedig Gyurcsány Ferencet érinti. Példátlannak nevezte az Altus uniós megbízatását Csepregi Nándor, aki szerint az unió hálapénzt fizet Gyurcsány Ferenc volt cégének. A cég vezetője szerint ők nem a kormányt ellenőrzik. A kormány zavarja, hogy Gyurcsány Ferenc cége uniós pénzeket ellenőriz. Kérdezem én is, hogy Gyurcsány Ferenc cége miért ellenőrizhet uniós ügyeket, uniós projekteket. Helyes-e az, hogyha egy ellenzéki politikushoz köthető egy ilyen munka? Ugye, tisztázzuk egész pontosan, nem ellenőriz semmit sem, hanem azt a tervezési metódust, ami éppen 2014 és 2020-ról szól, az ebben ennek a tervezésnek a megvalósulásáról kapott egy 11 cégből álló konzorcium lehetőséget az Európai Uniótól, és ebben egy szereplő, az akiről beszélünk, az Altus ZRT. A konzorcium vezetője. És ennek megfelelően csak egy szereplője annak, amire lehetőség. Akkor meg miért nem örül, hogyha egy magyar cég ennyire sikeres? Nézd, azt gondolom, hogy a magyar cégek sikere az érdeke a kormánynak. Reméljük, hogy ezt nem offshore államokban fogja Gyurcsányul leadózni, hanem Magyarországon. De miből gondolja ezt, hogy így csinálnám, mivel soha semmilyen módon nem köthette össze semmilyen offshore céggel. Tudjuk, hogy mikor éppen melyik jelentését hogyan kell komolyan venni, hiszen az összedi beszéd óta tudjuk, hogy hazudik reggel délben meg este. A hazugságot is. Melyik részét? Amikor azt mondta, hogy hazudtunk reggel délben meg este. Amikor azt mondta, hogy mindenkinek éppen, hogy igazat kell mondania. Ön kiemeli abból a szövegkörnyezetből, ami egyébként indokolatlan. Szerintem példanélküli, elfogadhatatlan, hogy egy olyan politikai szereplőnek a cégét bízza meg az Európai Unió, aki saját magáról jelenti ki azt, most nem tudom, mennyire lehet komolyan venni, vagy nem komolyan venni, hogy ő nem üzletember, hanem politikus, politikusként működik. Az a cég 100%-ban az ő tulajdonában van, annak a cégnek van egy Európai Uniós megbízása 5 millió euró, tehát nagyjából 1,5 milliárd forint értékben, és lehet ezt ellenőrzést auditnak, áttekintésnek nevezni, mégis arról szól, hogy az Európai Bizottság által korábban ellátott munkát szervez ki Gyurcsány Ferenc cégébe. 2014. október óta van ez a munka. Miért most táborodnak fel? Hát mert most kereste meg a cég hivatalosan a kormányt. Előtte nem tudtak róla, nem is értesültek? Nem. És amikor megkereste, akkor gondolom önök is beszéltek velük, aztán utána nem meg is jelent a cég. Kaptunk egy hivatalos megkeresést, amit a cég egyik vezető szakértője írt alá, amiben tájékoztatja a kormányt arról, hogy milyen típusú munkát nyertek el az Európai Bizottság megbízásából, és ebben kéri, hogy a kormány jelölje ki azokat a tárgyaló partnereket, akik ezekben a munkában az ő partnereik lesznek, mint kapcsolattartók. Uh-huh. És ezek után gondolom figyelték a nyilvánosságot, amikor Dobrev Kára, Hely Péter, tehát a cégnek a vezetői nyilatkoztak, és én úgy látom, hogy ők megpróbálták megmutatni a kormányt, hogy
igazából nem kell félnie, valahogy Dobrev Károly úgy fogalmazott, hogy Lázár Jánosnak nincs mitől aggódnia. Mi nem kell igazatosztani, az Európai Bizottsággal fogunk tárgyalni, tehát szinte tárgyal. Uh-huh. És a külső szemlélő számára nem tűnhet úgy, hogy jött ez az ügy, önök felháborodtak azon, hogy Gyurcsány Ferenc cége nyert egy ilyen projektet, majd utána jött a következő történet, hogy megvizsgálják az agrártámogatási rendszert, majd jött egy következő hír, hogy a új közbeszerzési törvény születik. Nem gondolja, hogy esetleg... Ezek a hírek, ezek korábbiak, azok korábbi hírek, mind a kettő, mint nem létezik. Igen, most az a kérdés, persze én úgy láttam, hogy kampányszerűen később jelentek meg ezek a hírek, de lehet-e korábban egy általános szemlélő számára nem lehet-e az, hogy azt látja... Nagybirtok, kisbirtok, középbirtok vita nagyjából egy éve, fél éve tart, de az a képviselő is megerősíteti, ehhez semmi köze nincs. De Fazekas miniszter úrnak, most lehet ilyen időpontokon vitatkozni, hogy Fazekas miniszter úrnak Lázár János utasítást adott, hogy készítsen egy összegzést az agrártámogatási rendszerről, az később volt, mint ahogy előjött, hogy Gyurcsány Ferenc cége dolgozik az Európai Uniónak, de most csak azt akartam mondani, hogy nem gondolja azt, nem láthatja azt egy átlagos választó, hogy teljesen jó irányba mennek a dolgok. Tehát a kormány, mintha megijedt volna, hogy Gyurcsány Ferenc ellenőrzi a dolgokat, ezért megtisztítja az agrárügyeket. Ugyanilyen jól tudja, mint én, hogy minden időpontnak nagyon fontos jelentősége van. Az agrárvitát nagyjából egy éve folytatjuk. Arra, mikor adott Lázár János utasítást Fazekas úrnak? De nem ellenőrzést kérte, azt kérte a miniszter úr, Lázár miniszter úr Fazekas miniszter úrtól, illetve a saját vidékfejlesztési államtitkárságától, hogy év végére, mire bezárul ez a fejlesztési ciklus, tegyük ki azt, hogy ki mennyi pénzt kap. Ez nem egy ellenőrzés, ez egy kitétele azoknak a támogatási szerződésnek, amelyek 2007 óta megkötöttek. Én ebben nem látok problémát. A közbeszerzési vita, nézze meg az én, akár itt egy nyilatkozataimat az ön vita műsorában, akár máshol, mert egy évvel ezelőtt beszélünk erről. Tehát nekünk ebben az egész ügyben a legelfogadhatatlanabb az, hogy egy pártpolitikusnak a cégét bízzák meg azzal, hogy Magyarországot ellenőrizzel. Ebben a kérdésben mi pedig május végén fogunk az Európai Bizottság képviselőjével tárgyalni. Jó, tisztulnak a dolgok. Önök örülnek, amikor a kormány tulajdonképpen a pártelnököt találja meg azzal, hogy hát milyen súlyos, hogy az Európai Unió ilyen komoly munkát bíz rá, mert én azt látom, hogy ebből Gyurcsány Ferenc erősödhet, lehet, hogy rosszul érzem, erősödhet, mert úgy tűnik, hogy van egy komoly cég, amely komoly munkákat lát el. Én annak örülök, hogy európai szemléletből, vagy európai szinten is Magyarországon megtalálhatók azok a kiváló szakemberek, akik az Európai Unió tervezésének egészébe bevonhatók, és részt tudnak venni ebben a munkában. És ennek megfelelően, hogyha magyar vállalkozás erre a feladatra megbízást kap, akkor én azt gondolom, hogy a kormánynak ezt inkább örülnie kell ebből a szempontból, és élnie azzal a lehetőséggel, hogy további tapasztalatokat lehet kölcsönösen gyűjteni. Erre azért is szükség van, mert jelen pillanatban azért ott tartunk, hogyha a múltat lezárva a jövő lehetőségeit kutatjuk, tehát a 2014 és 2020 közötti időszakról beszélünk, mert abban az esetben látjuk, hogy a kormány jelen pillanatban érdemi pályázati kiírásokat ebben az időszakban még nem tett semmit se. Eltelt másfél év ebből az időszakból, 2014. január 1-től lett volna erre már lehetőség, és semmi nem jelent meg ebből a szempontból. És igenis kíváncsi vagyok, hogy az a tervezési metódus, amelynek tartalmában fontos, hogy a gazdaságpolitika, a kis- és középvállalkozások minél nagyobb teret kapjanak, az milyen módon és mekkora lehetőséget kap az elkövetkezendő időszakban. Egy ilyen tervezési vizsgálat, azt gondolom, hogy az fontos és szükséges is az Európai Unió részéről. Önöknek taktikai szempontból jó, hogyha Gyurcsány Ferencet támadják, hiszen Gyurcsány Ferencről el tudják képzelni, hogyha ő lesz a legerősebb az ellenzéki porondon, neki van talán nem túl nagy esélye arra, hogy Orbán Viktort megverje a következő választáson. Lehet ennek egy ilyen taktikai oka? Az egész felháborodás mögött szerintem, hogy jogos felháborodás az emberek részéről is az áll, hogy ők egy világos ítéletet mondtak Gyurcsány Ferencről és a pártjáról. Bocsánat, én nem láttam, hogy az emberek felháborodtak volna ezen. Ezért elfogadhatatlan az, hogy az Európai Bizottság neki bármilyen megbízást ad. Ha ez azt jelenti, hogy ő készíti a visszavonását a politikából, akkor azt gondolom, azt nagyon sokan üdvözlik, és ebben képviselők tud segíteni, akkor ezt meg is köszönjük. És az nem történhet meg, hogy mindez szakmai alapon történik? Tehát egy nyilvános pályáztatás, versenyeztetett pályáztatás tulajdonképpen olyasmi, amit az új közbeszerzési törvényel talán még jobban el akarnak érni itt Magyarországon, és nem akarják, hogy többször forduljon elő az, hogy magyar projektekben ilyen nincsen. A kormány azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy amit a bizottság elvár a tagállamoktól, hogy minden beszerzésnél vizsgálják a cégek hátterét, tulajdonosi összefonódásait, azt saját működési gyakorlatában is tegye meg. Példa nélküli az, hogy egy bukott politikusnak a cégét stafírozzák ki 5 millió euróval. Yeah.
semmi ilyesmi nem történt, hanem azok a szakemberek, akik egyébként az adott területet ismerik, azok lehetőséget kaptak, hogy más országokban vizsgálják meg, hogy az Európai Unió elvárásai azok megjelennek-e, és azok az elvárások, ugye, ami akár a lisszaboni szerződés utáni időszakot jellemzi már, hogy elsősorban a kis és középvállalkozások és a gazdaság megerősítéséről szól. Ennek önök eleget tudnak-e tenni? És ez itt az elsődleges kérdés. Azt hiszem, hogy itt van a vége. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Jöjjenek máskor is.